Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egyedülünk itt és a Szentek egyességében, az angyalok és hívezők lelkek társaságában, trónusod elé tisztük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged belőle, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva a hagyatló minden rosszat, és soha meg nem szűnünk átfájni szent felelésségre. Mikorest cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot tudunk magunkra. Igazáltat, Uram, várjuk, hogy téged megkárhoztatunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánat a kérdele, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk nélkül. A halászattal kérünk, szerető irgalmas Atyám, hogy könnyűnek rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasít meg rajtunk a napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatot teremje a megtérés gyümölcseit, amelyet kedvesek terültek. A vallás így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad néke, sem semmit.
és mindaz, amit látott. Azután siette hozzátok ide utánok. Ekkor testvérének, Benyáminnak a nyakába borult és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt belül. Azután elbeszélgettek vele a testvérét. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Volt olyan időszak az életemben, amikor mindent megadtam volna azért, hogy azt éreztem, amit József érzett ebben a történetben. Mert már nem haragudott. Mert már nem szövögette a rosszú állást, mert már nem próbálta megleszkészteni a testvéreit, hanem egyszerűen csak elöntötte a szívét a megbocsátás és a szeretet, és az volt számára a legfontosabb, hogyha már itt vannak előtte a testvérei, akikkel 13 éve nem találkozott, akkor rendeződjön a kapcsolatuk. Nem hiszem, hogy bármi más tudott volna tenni József, hiszen itt Isten volt bele a szívébe. És amikor az Isten belenyúl az emberi szívbe, amikor Isten készít olyan találkozásokat, amelyeket ő hoz létre, akkor itt ezeknél a találkozásoknál valami hihetetlen jó dolog történik. Vannak ilyen találkozások. Férfi és nő között is van ilyen találkozás. Amikor egyszer csak úgy érezzük, hogy megszépül a világ, megszépül minden, amikor úgy érezzük, hogy egyszer csak minden szebb lesz, minden jobb lesz, megváltozik a hangulatunk, a tekintetünk, az érzésünk, az életünk. Vannak ilyen találkozások. Szabó Magda erről így ír, csak álltam és néztem rá, és minden sejtem azt mondta, én erre az emberre vártam a tíz életemben. Vannak ilyen találkozások. És van olyan találkozás is, mint amikor megfogja a kezében az édesanyja, az édesapa, az elsőszülött gyermekét, a kicsi babáját. Ez is egy fantasztikus találkozás. Ezek a pici újszülött gyermekek az apró kis kezecskéinkkel és az apró kis gyermekükkel életük végéig el tudják rabolni a szépünket. Ez is egy szép találkozás. Az is egy szép találkozás, amikor a nagyszülő tartja a kezébe gyermekét, unokáját. Egyre több nagyszülő van a gyülekezetben. Egyre többen tudunk beszélni, vagy tudnak beszélni arról, hogy ez milyen fantasztikus érzés. És van olyan találkozás, ami az Istennel történik. Ami személyes találkozásunk az Istennel. Nem tudom, hogy hányan tudnának ilyen találkozásról beszélni. Nem olyan égő csipkebokor melletti nagy jelenetre. Lehet ilyen találkozás itt a templomban, vagy otthon, imádság közben, a szobánkban, vagy sétálás közben. Nem lehet ezt meghatározni, hogy mikor adja Isten ezzel csak magát az ő jelenlétét. De vannak ilyen találkozások is, amelyek felülmúlhatatlanok, amelyek beléptek a szívünkbe. József számára most ilyen találkozást készített az Isten. Nem tud mit tenni József. Nem haragszik már. Nincsenek ott a sírján. Nem akar taktikázni. Nem akar tovább leszkészteni. Ott állnak vele szemben a testvére, akiket másodjára vezérelt az éhínség Egyiptom földjére, József felé. Eddig kíméletlen volt velük József, és kegyetlen. De ez azért volt, mert a tesóknak is végig kellett menni egy folyamaton. 13 évig. Józsefnek is, és a testvéreknek is. És most ebben a pillanatban, amikor ott van József előtt az édes testvére, Benyámin. Mert ő volt az egyetlen édes testvére, közös volt az apjuk, közös volt az anyjuk, négy anyától született a 12 testvér. És amikor ott van előtte Benyámin, akkor valahogy minden megváltozik a szívében. Elkezd sírni József, egy kicsit összeomlik, kikül mindenkit a teremből, azt
Fölszakad belőle minden fájdalom. De fölszakad belőle a szeretet is, fölszakad belőle a bűnbánat, az elmúlt 13 évek fájdalmának. Én vagyok József. És a szerencsétlen testvére most nem tudják, hogy mi történik. Nem voltak erre felkészülve. Félnek, rettegnek nyilván a fáraó első emberétől, hogy mi lesz a fáraó első emberének az ítélete fölöttük. Állatot megrettenve, nem erre voltak felkészülve. És mindannyian sírnak. Sírnak és beszélgetnek. Akik az elmúlt hét vasárnap voltak az Isten tiszteleten, azok tudják azt, hogy mennyi mindenen ment keresztül József. Mennyi mindent kellett neki feldolgozni. Hányszor kellett neki eldőlni a megaláztatást a testvérektől. Aztán el kellett tűrni a megaláztatást Potifár feleségétől. De rabszolgaként is Potifár házában, csak aztán fölküzdötte magát. De el kellett tűrni a megaláztatást Potifár feleségétől, aztán a börtönben. Aztán a börtönben is segített, végig vele volt az Isten, de valahogy ott is megfelelkeztek róla. 13 évnyi szenvedés, 13 évnyi gonoszság, mindig gonoszkodott meg valaki. Mindig méltatlan volt hozzá valaki. Egyik szenvedésért a másik után. És mondhatjuk azt, hogy persze a mi életünkben is vannak szenvedések, a mi életünkben is vannak nehézségek. De ezek nem csípcsük ügyek voltak. Az ő traumái nem csak mondva csinált ügyek, nem bolhából csinált ő elefántok, hanem súlyos nehézségekkel küzdött. Súlyos kereszteket kellett hordozni. Igaz? Mindvégig jelen volt az Isten az életében. Nem győzni hangsúlyozni. Mózes első könyvében az író, aki ezeket a fejezeteket írta, hogy Józseffel végig el volt az Úr. Nem győzni hangsúlyozni ezt a szerkesztőt. Van olyan élethelyzetünk, hogy mi is úgy tekintünk vissza arra nehéz élethelyzetre, hogy egyszerűen nem értjük, hogy bírtuk ki, hogy tudtuk végig csinálni, hogy tudtunk abban az időben egyáltalán észnél, eszünknél maradni. Talán most is ilyen időszakot élünk. Így érezzük, hogy ezt nem biztos, hogy kibírjuk, mert nehéz, mert súlyos a kereszt, mert nem ezt érdemeltem, mert nem ezt vártam, sem a szeretteidől, sem pedig az Istentől. Hányszor mondjuk ezt, hogy Uram, azért letenném ezt a keresztet, és nem fel, hogy én kapom ezt a keresztet, mert nem valami jó élmény kereszteket hordozni, mert nem valami jó élmény azt érezni, hogy hát Uram, valahogy nem ezt vártam tőle. Nemrég olvastam, hogy Angliában a pásztoroknak feladata és szokása az, hogy a juhokat, a juhaikat egyesével bemerítik valami fertőtlenítő folyadékba, teljesen ellenítik ezeket a juhokat azért, hogy azok a borokozó élősködők, amik a bundájukban élnek, azok meghalljanak. Hát el tudom képzelni ezeket a szerencsétlen juhokat, hogy micsoda sok éri őket, ráadásul a pásztor kutya is ott van mellettük, hogy nehogy ugye elszaladjanak, hogy fegyelmezi őket a kutya, hogy maradjanak nyugton ebben a folyadékban. El tudom képzelni, hogy micsoda sokkoló élmény lehet ez. De egy kicsit közelebbi élmény, és még nálam is kisebb élmény, amikor lázasak vagyunk, és gyermekként csak kapunk egy hidegvizes fürdőt, úgy szeretné szüleim csillapítani a lázunkat, de hát ez egy sok hatás. És hát az én gyerekeim sem tudták visítás, kiabálás és sírás nélkül ezeket a hűtőfürdőket elhordozni, elviselni. Nyilván egy kicsit meg is
ijesztő dolog és félelmetes dolog. De ezeknek az úgymond akadályoknak, nehézségeknek mindig van valami értelme az ember életében. Szintén nemrég olvastam egy mesét, egy király az egyik nap egy sziklát gördített a fő út, a fő útnak a közepére. És kíváncsi volt, hogy az arra járó felők mit csinálnak ezzel a nagy sziklával. Jöttek, mentek az emberek, a mese szerint a király elrejtőzött, és hallotta is, ahogy szíttál. Persze, akik szíttál, nem akarták arrébb tolni a követ, csak úgy egyáltalán szíttál a király, hogy nem képes az utakat megtisztítani, nem lehet az utakon rendesen járni, hát ezeket a király még végig hallgatta. És aztán egyszer csak jött egy egyszerű paraszt ember, aki letette a talisznyáját, és hát jobbról, balról, előről, hátról, hátra megpróbálta ezt a sziklát elmozdítani, ezt a óriási nagy követet, minimális sikerrel, de egy kicsit arrébb tudta tolni, és ahogy arrébb tolta, észrevette, hogy alatta van egy talisznya. Tele aranytallérokkal, és egy levél, egy köszönő levél, a király írt egy köszönő levelet, meg megköszönítek, hogy arrébb bővítette ezt a sziklát, és leírja benne, hogy ez az aranytallér. Szegény ember, ez a paraszt ember, azt gondolom, hogy egy dolgot értetett meg ebből az egészből, minden akadály az hát egy kicsit lehetőség arra, hogy az ember jobban legyen az életét. Ez egy mese, amelynek az az üzenete, hogy minden akadály jobban tudja tenni az életünket. Erről könnyű beszélni, de nagyon nehéz megélni. Nagyon nehéz ezeket az akadályokat elmozdítani az életünkből, vagy egyszerűen tudomásul venni, hogy ez az életemben van, és nem tudok ezen változtatni. És most eszembe jut Milán Kristóf, akinek szegénynek meg kellett küzdeni a vízben az akadályokkal, és az elmúlt másfél-két évben nem követtem az ő eseményei, meg kellett küzdeni másfajta akadályokkal is. De valószínű, ez az akadály hozzá segítette őt ehhez az valami élethez és az öcsélethez. És akkor ott van a szegény Pámor utca, akinek szintén óriási akadállyal kellett megküzdeni 24 órán keresztül. De ezek az akadályok megváltoztatták az életüket, és alapvetően jó irányba mozdították és változtatták az életüket. Ezek ők az ő akadályok, amelyről ő tudnának beszélni. De itt vannak a mi akadályok, a mi nehézségeink az életünkben. Itt van Józsefnek az akadálya. Nem könnyű az akadályokkal szembenézni. És legszívesebben legyen ezeket az akadályokat. Átugranak őket, ha lenne erő. Példaképp József. Mindannyiunknak legyen példaképp. Hogyha nem voltunk itt az elmúlt vasárnapokon, akkor olvassuk el József történetét a következő héten. Mert gondolunk József történetét. Mert lehet ő életünkben egy nagy példakép. Tele volt az életem nehézség. És az Isten is úgy tűnik nekünk innen, mint a csendben lett volna az életében. Pedig nem volt csendben, csak Isten megcsendelte. Isten engedte, hogy történjenek azok a dolgok, amik történtek József életében. De én hiszem azt, hogy az imádságban Isten mindig ott volt Józseffel, és erősített. Az akadályokkal szemben megismét. És ez legyen nekünk a végigazgatásunk. Isten nem megy bennünket. Segít küzdeni az akadályokkal szemben. Segít repülni és segít szárnyalni. Akkor is, hogyha két kézzel húznak el bennünket a földre. Ha nem engednek bennünket repülni.
hogyha akadályokkal körítenek elénk. Isten segít nekünk abban, hogy szárnyalj és repüljünk. Szárnyalj József, akkor, amikor otthon volt, amikor édesapja szerettek, amikor édesapja imádtak. És aztán jött az életében egy landolás, de valamilyen szinten akkor is engedte Isten a szárnyalni. Mert szárnyal Potifár házában egy darabig. Aztán szárnyal a bőrületben is, mert Isten ott is adott neki szárnyal. És aztán szárnyal pedig van idegen földön, idegen országban, idegen Isten. Nem hagyta áldott az Isten. Úgy gondolom, hogy az akadály közepette nem csak mi küzdünk, hanem Isten is küzdünk. Ő is próbálja az akadályokat megküzdeni. Van olyan ide, amikor azt mondja Isten József éppenjében, hogy azból harcolni érhetek. Ti pedig maradjatok veszten. És sokszor, ha látnánk, hogy hogyan harcol értünk Isten mennyei serege, akkor mi is álmodnánk, ha látnánk a mennyei sereget az életünkből. Ez a történet megtanít bennünket arra, hogy minden történés, minden szenvedés az életünkben lehet része az Isten tervének. József azt mondja a tesóknak, megpróbáltatok elhúzni, de Isten a gonoszság és szenvedés poharát sok élet köztük a ti életetek betenkésére használta. Aztán sok-sok éjszakában később jött valaki, aki hasonló szenvedéseken ment át, az Úr Jézus Krisztus. Az ő küzdelme a kereszt halálig tartott. Sőt, mondom tovább, mert alászállt a poklokra, de még ott is küzdött, ott is harcol, legyőzze az akadályt. Felülmúlhatatlan sokszor az, amikor látjuk a Krisztusnak a küzdését, szenvedését. De higgyük el, hogy mi is felülmúlhatatlanok tudunk lenni akkor, hogyha az Isten erejével küzdünk és harcolunk. Csak ne fáradjunk el, csak ne lakadjunk el, csak engedjük, hogy Isten együtt harcoljon bennünk, és engedjük az Isten lelkünknek, hogy mi is felejtjük, hogy kell harcoljon. Adja Isten ehhez az erőt, adja Isten, hogy így legyen. Ezért imádkozzunk most. Józsefnek a neve, az egyiptomi neve, Szálfenat-Pánertő. A
életfelmentője, az élet megtartója. Köszönjük, Urunk, hogy van egy megtartó, a te fiad, aki értő, küzdött és értünk harcolt. De Urunk, erősítsd a mi hitünket, a megváltója a te hitünket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik most nem lehetnek itt, akik lelki terheket kaptak, lelki terheket hordoznak, akik a gyász, a fájdalom, a betegség terhével szenvednek otthonaikban. Állj melléjük és gyógyítsd őket. Imádkozzunk mindannyiunkért, Urunk. Adj az életünknek találkozásokat, felehajló találkozás, imádságainkon keresztül, elcsendesedéseinken keresztül. Segíts bennünket, Urunk, megtalálni téged ebben a felfordult világban. Hagyj találkozás fel. Előtte csendesedünk most elmondom, és ebben a templomi csendességben alázatos szívvel fohászkodunk hozzá. A magunk csendességében hallgass meg magunk mellett. Első öt versét énekeljük, vagy pedig fennállva énekeljük.